Üdvözöllek! Bár a Photoshop alapból is rengetegféle effektet biztosít a számunkra, azért vannak olyan effektek, amelyeknek az előállítása nem megy egy-két kattintással, hanem egy folyamat tulajdonképpen. Persze ezt ki lehet váltani olyan effektek vagy filterek, szűrők használatával, amelyek egy-két kattintással előállítanak egy egyébként összetettebb folyamatot kívánó effektet, képi hatást. Ilyen filtereket, szűrőket be tudunk szerezni az interneten, ingyen, illetve hát természetesen vannak fizetősek is. Most egy olyan effekt gyűjteményt nézünk meg, ami korábban fizetős volt, először 500, aztán 150 dollár, szóval nem igazán volt nagyon olcsó, viszont most már ingyen hozzájuthatunk. Ezen a címen érhető el, mint az látható, ez már a Google tulajdona, és akkor itt a Download Now-ra kattintva ezt le is tudjuk tölteni. Hogyha ez megvan, akkor el kéne indítani a telepítőt, de még előtte nézzük meg, hogy ez mely programokhoz elérhető, mert azt mondtam, hogy Photoshop, de azért látható, itt fel van sorolva néhány egyéb program, és hát jellemzően az Adobe termékei, de például itt van a Lightroom is, vagy a Photoshopnak az olcsóbb, de még mindig egyébként nagyon jól használható változata, jó részt azzal is kompatibilis, tehát használható vele. Illetve hát a Photoshop az értelemszerűen természetesen használható vele. Viszont legalább a CS4-es verzió kell hozzá, ami hát úgy gondolom, hogy manapság már nem egy nagy követelmény, tipikusan ezt a verziót vagy ennél újabbat használ már mindenki. Esetemben a CC2015 van telepítve. Hát rendben, akkor hogyha ezt letöltöttük, akkor el kéne indítani a telepítőt. Előtte természetesen be kell zárni azt a programot, amiben szeretnénk használni. Jelen esetben nekem majd a Photoshop lesz. Elindítom a telepítőt. Rendben, hát sok nyelven tud, de magyar nyelven nem tud, úgyhogy marad az angol. Tovább, itt van egy opció, hogy szeretnénk engedélyezni, hogy a Google a program használatáról adatokat gyűjtsön, de hát én ezt annyira nem feltétlen szeretném, és akkor elfogadjuk a használat feltételeit. Be tudjuk állítani, hogy hova szeretnénk telepíteni. Én ide szeretném telepíteni, és akkor Next. Ez a Nick Collection névre hallgat egyébként. Azért adtam meg ezt mappa névnek, jó? Tovább. És akkor itt látható, hogy a kompatibilis host alkalmazások. Nekem hát látható, hogy a Photoshop az, amit megtalálta automatikusan, de amúgy itt hozzá is lehetne adni manuális úton is, hogyha valamiért nem ismerné fel a Photoshopot, vagy akármi mást, amihez szeretnéd használni. Telepítés. Telepítés az készen van, és akkor finish. És tulajdonképpen akkor el kéne indítani a Photoshopot, esetemben legalábbis. Elindult, és akkor látható, hogy itt rögtön megjelent egy ilyen selektív tool. Fejlétszer rendelkező ablak. Tulajdonképpen ezeket az effekteket innen is lehet alkalmazni. Na most akkor ehhez megnyitunk egy képet. De szépen ráhúzom. Erről a képről lenne szó esetemben. És hát ezeket tulajdonképpen már itt is lehetne alkalmazni. Hát, hogyha lejjebb görgetünk, akkor látható, hogy itt vannak a különféle effektek. De hogyha a hagyományos úton szeretnénk ezt használni, akkor itt a filter, és látható, hogy itt van Nick Collection. Tehát tulajdonképpen ez elég jól integrálódik a Photoshopba. És akkor hát mondjuk próbáljuk itt a legelsőt. Most nyilván nem fogjuk ezeket végignézni, mert hát itt 600 ezer féle effekt, 8 millió beállítása van, tehát erről gyakorlatilag végtelen ideig lehetne beszélni, de hát erre most nem lesz lehetőség. És akkor kapunk egy ilyen ablakot, ahol lesz egy előnézeti kép is, illetve kapunk ilyen tippeket is. Tehát itt vannak maguk az effektek, ezek ilyen előre beállított effektek. Itt, hogyha most kiválasztunk egyet, hát most mondjuk éppen ki is van választva, mint az látható is, de most akkor egy másikat, akkor látható, hogy ezt szépen beállítja, most sikerült tova görgetni, nem? Tehát látható, hogy ezt szépen beállítja, és azért eléggé látványos képi effekteket tudunk előállítani, hát tényleg gyakorlatilag néhány klikkeléssel. Persze, hogyha ez nem tetszik, az előre beállított hatás, akkor azt itt szépen tudjuk finomítani, van ez a háromszög, erre kattintva le tudjuk nyitni, hogy a csoportosítva vannak a dolgok, és itt például ezt a koszolódást tudjuk tulajdonképpen variálni, hát annak is a mintáját.
Meg hát vannak itt ezerféle beállítási lehetőségek, ezekkel el lehet játszani. Nyilván most ezeket nem fogom megmutatni mindegyiket külön-külön, mert hát, mint mondtam, erre végtelen mennyiségű idő is elmehetne. De hát tulajdonképpen itt az összes effekt ilyen módon működik. Most kiválasztunk egy másikat, ez a Silver. Itt tulajdonképpen a szürke árnyalatos kép készítéséről van szó. Nyilván lényegesen többet tud, mint a Photoshop beépített eszköze. Vagy hát legalábbis lényegesen egyszerűbben alkalmazható különféle stílusoknak megfelelően, mert van egy csomó ilyen előre beállított érték, amiket persze tudjuk itt finomítani, hogyha szükséges. Hát egy hátránya van, hogy angol, de hogyha nagyon nem megy az angol, akkor akármilyen online fordítót például igénybe véve, például beírtasz a brightness, akkor itt láthatod, hogy a fényességről van szó. Tehát azért el lehet ezzel úgy is boldogulni, hogyha az angol nagyon nem megy esetleg. És hát tulajdonképpen ez ilyen módon működne. Innen is elérhetünk egyes műveleteket, mint az látható. Itt egyes eszközöknél van arra lehetőség, hogy bizonyos területet kijelöljünk a pénttel. Itt a hagyományos ecset kerül használatra, aminek a méretét akár persze át is lehet állítani, és akkor látható, hogy a kép egyes részeire is ezt lehet alkalmazni, de hogyha az egész képre szeretnénk, akkor itt a clear-rel ezt ki is tudjuk törölni, viszont itt van a fill, ebben az esetben a teljes képre alkalmazásra kerül az adott effekt. Hát ezt is érdemes megnézni, hogyha készen van és ezt szeretnénk alkalmazni, akkor ide a Zapplyra kéne kattintani. És hát ez valahogy így használható. Hát nyilván itt az effekteket, azt mindenkinek a filtereket, azt mindenkinek saját magának kéne felfedezni, mert hát itt annyi lehetőség van, hogy erről tényleg végtelen hosszan lehetne beszélni.